Kérlek, Anna, mondd el, hogy szerinted mit láthatunk itt? Itt vagyunk Velencében, és az egyik legizgalmasabb dekorációt látjuk éppen. Valójában ékszerek vannak kirakva, de azt észre se vettem, ugyanis feltűnt, hogy itt a kirakatban egy valójában egy ablaktisztítószer van kirakva. És a le van spriccelve az egész üveg, és csúrog a víz. Töményen. Valójában itt... Nem is értem, hogy mi ebben a reklám. Szóval döntse el mindenki, hogy... Ott vannak az ékszerek. Azok az ékszerek miért maradnak meg ott a már letakarított üveg felületen? Ez valami... Szép. Menjünk tovább arra. Valami fekete tésztát árulnak a fazétára. Fekete tésztát. Gyertek utána. Micsoda étterem. Menjünk tovább. Nyugalomban menjünk erre. Ez egy kis zsák utca. Na, itt nyugalom. Ez itt egy zsáktér. Le tudunk ülni. Gyere! Na, figyelj! Nekidőlünk itt a falnak, és kitaláljuk, hogy mi lesz. Hogy hol alszunk ma este. Hát jó lenne egy szállás. Akkor megoldjuk. Bepöcsögöm itt ebbe az okostelefonba. Azoknak ott öt kutyájuk van. Öt kutya sétáltatás Velencében. De lehet, hogy ez a munkája, nem? Hogy más kutyájára vigyázz. Nem tudom. Ez így elég merész egyszerre öt kutyával sétálni itt Velencében. Elnézünk arra a sötétbe? Mi van ott? Mindig a sötétbe akarsz menni. Aha, na gyere, nézzük meg. Palazzo Cini. Mi ez a mozi? Igen. Valószínű. Nekem egy ilyen kertes ház kellene. Ez csak 110 ezer. Thank you.
sötét pizza, mi? Menjünk arra tovább! Yes. Gyere, édesem, ha már kívül. De jó, már nagyon éhes vagyok. Egy kis velencei forgalom. Forgalmi bemutató következik. Hát a nagyján túl vagyunk. Az előbb poén volt. Két nagy busz is jött egymással szembe, és össze-vissza keresztbe kasul a kis taxik, meg a gondolák. Tökre tetszett. Hát most elült. Ennyi volt. Mire gondolsz, gondolám? Ezeknek az embereknek különleges életük van. Csak csónakkal tudnak közlekedni. Vannak olyan házak, ahol nem is vezet járda. És ott nincsenek turisták. Ott nyugalom van, és kert. Gyönyörű kertek vannak.